kapd a szélén a labdákat, oké? Okay? Na mehet, gyerünk! Oké, okay. Azért rendület legyen! Amíg a pálya egyik felén az U12-es korcsoporté, a másik oldalon az óvodások edzése zajlik a tolnai sportcsarnokban. A kézilabdaklub elnöke azt mondja, nagy öröm számukra, hogy egyre több óvis csatlakozik az egyesülethez. Ez nem kimondottan kézilabda, én aztán egyszer már ezt ugye ezért nagyjából elmondtam, hogy nem kimondott kézilabda, hanem inkább ilyen mozgáskoordináció, labdaszeretet, a mozgás szeretete, tehát minden ilyen, ami a ilyen atlétikai dologgal kapcsolatos meg. Tehát minden, ami a mozgással kapcsolatos, azokat gyakoroljuk a gyerekekkel. Aztán 7-8-9-ben már azért intenzívebben labdás, ugye ott már kapuralövések is vannak, mert márciusban kezdődik a bajnokság. Ugye a 8-9-nek annak csak márciusban, áprilisban és májusban van egy forduló, mert ugye ők csak most kezdik ugye a felkészülést. És hát az U12, sajnos ott kimarad egy-két korosztály, a 10-11-es, de hát nincsenek gyerekeink. Az U12-ben viszont vannak, hát ott is nagyon sok a kezdő, és így nem biztos, hogy olyan sikerélményük van a mérkőzéseken, de az, hogy együtt megyünk busszal, jövünk, tehát azért úgy kovácsolódik a gárda, kovácsolódik, de hát idő kell mindenhez, meg ahhoz, hogy ugye megtanulják a kézilabda szabályaitól kezdve. Mondom, nagyon sok az új. És akkor ugye fölfelé már az ifi van, aki meg a megyei csapatunk, a megye felnőtt csapatunk. Az egyesület jelenleg közel 70 tagot számlál. Volt egy idő, amikor hát talán 15-16-ban, amikor voltunk 110-en is, az nagyon jó volt, de hát sajnos sok a sportáktól, sokféle sport van. És akkor hát én többször elmondtam, hogy az a lényeg, hogy mindenki sportoljon. Tehát, hogy mit, persze én szeretném, ha mindenki kézilabdázna, de hát az a lényeg, hogy a gyerekek sportoljanak és mozogjanak, és ne otthon kockoljanak a géppel. Harcoljunk a labdáért! Én a labdát akarom megszerezni, semmi más, csak a labdát! Világos voltak? Igen? Na hát akkor majd most meglátom, mennyire tudtok. Mert... És megpróbálod elvenni, ez az! Gyere, megpróbálod elvenni, úgy van! Minden augusztusban én minden iskolába, az alsó tagozatba, és a környező iskolákba is, tehát Bogyiszló és Fadra is, hát több mint 400 levelet kiviszek, amit kimondottan, tehát kimondottan a szülőknek írunk, tehát a gyerekek vigyék haza, elmondjuk, hogy az egyesületben, hogy mire számítsanak, és hogy szeretettel várjuk őket. Ezeknek az edzéseknek a hatására az év elején mindig jönnek új játékosok, sőt, és örvendetes az, hogy most például 13-14 éves lányok jöttek, jó, ők még csak most kezdenek beszokni, de van például már olyan lánya itt az ifi csapatunkban is, aki 2 évvel ezelőtt ide beállított, és azt mondta, hogy ő szeretne kézilabdázni 14 évesen. És hát szeretettel várunk mindenkit, tehát nem feltétlen fontos 7-8 évesen elkezdeni a kézilabdát. Ugye a Heidi Lökke is 14 éves, 15 éves volt, mikor elkezdett kézilabdázni, tehát sehonnan nem vagyunk elkésve. Az óvodások, illetve az U12-esek edzését követően az IFI, vagyis az U19-es csapat lépett pályára. Ez egy utánpótlás csapat, hivatalosan IFI korosztály volt régen, de idei évtől U19-nek nevezik. Van most már egy felnőtt játékosunk, aki visszatérő, viszont a nagy része tulajdonképpen mindenki ifjúsági korú játékos, tehát azt jelenti, hogy 18 éves korig bezárólag. Az NB2 utánpótlás bajnokságban indultunk, ami most jelenleg harmadosztálynak felel meg, ott az U19-es korosztályban. Sajnos jelenleg a megyéből, tehát Tolna megyéből egyedüli csapatként vagyunk, Baranya megyéből sincs ellenfelünk, Fejér megyéből is csak a Dunaújvárosi Kohásznak az NB1-es utánpótlás csapata, és a többi ellenfelünk az tulajdonképpen a Somogy megye és Zala megye csapataiból tevődik össze. Nagyon kevesen voltunk folyamatosan a szezon során, mert 12-13 fő a keret, rengeteg sérülés, illetve az őszi betegségek, itt az iskolás betegségek végig sodortak az egész csapaton. 10 főnek ugye jelen kell lenni egy mérkőzésen, ez előírás, a jegyzőkönyvben ennyi embernek kell szerepelnie, ezt eddig mindig tudtuk teljesíteni, de most hétvégén is úgy voltunk csúrgon, hogy a 10 főből azért volt olyan sérült, aki egész szezonban nem játszott.
Az eredmények azok felemásak. Én úgy gondolom, hogy vannak olyan időszakaink a mérkőzéseken belül, szinte mindegyiken, amikor az elvárásnak megfelelően teljesítenek a lányok, de nyilván nagyon sok minden még bennünk maradt. Rengeteg munka kell ahhoz, hogy előrébb lépjünk. De pont szombati mérkőzésen tapasztaltam azt, hogy nagyon szép egység lett a második félidőre, és az 5 gólos hátrányba egy döntetlennel sikerült hazatérnünk Csurgóról is. Az edző úgy látja, hogy a lányoknak még sokat kell fejlődnie a védekezés terén. Illetve abban, hogy még jobban koncentráljunk a mérkőzéseken, és azokból sokkal több eredményt tudunk elérni. Rengeteg eladott labdánk volt az első 2 mérkőzésen, ezt próbáljuk orvosolni. Én úgy látom, hogy ebben is javulnak a lányok. Sajnos nagyon kevés csapat indult a bajnokságban, ezért elindultunk a Tolna megyei felnőtt bajnokságban is a mérkőzés szám növelése, illetve a tapasztalatszerzés miatt. Ott tulajdonképpen eddig 4 mérkőzést játszottunk, 3 vereség és 1 győzelemmel. Abból a 2 vereségünk az olyan volt, hogy nagyon jó partiban voltunk az ellenféllel. A Tamási csapata az a régi felnőttekből is, vannak 2-3 náluk, akik azért tapasztalt NB2-es játékosok voltak folyamatosan. Ott is sok az utánpótlás korú játékos, illetve a Tengeris és a Dunaföldvár indult még a megyebajnokságban. Vegyesen, mert a Dunaföldvárosnál sok a fiatalabb korú játékos, míg a Tengeris meg igazából akik már 1000 éve tulajdonképpen játszanak egymással. A magas energiaárak miatt más klubokhoz hasonlóan a Tolna KC-nál is változtatásokat kellett bevezetni. Úgy tudtuk sajnos megoldani, de nem is biztos, hogy ez sajnos. Lehet, hogy ez jó is egyben, hogy a lenti Lehel utcai csarnokból az óvodásokat és a 7-8 éveseket föl kellett hozzuk ide a nagy csarnokba, mert így tudtuk ugye a TAU pénzből, ami ugye a terembérletekre van, így tudtuk megoldani. Ez még nem is biztos, hogy olyan rossz, mert azért a picik azok mindig látják a nagyobbak mindig pátyolgatják a kisebbeket, tehát ez az edzőtáborban, amikor nyáron is csinálunk, és vannak nagyobbak, kisebbek, ez tök jó. Így megismerik egymást, nem olyan nehéz lesz átmenni egyik csapatból a másikba, tehát akkor már ismerik, látták, nem idegenek, és hát itt hely azért már bőven van, ugye lehúzzuk a fél csarnok részét, azért az óvodásoknak ugye nem kell akkora hely, és teljesen nem is gondoltam, hogy így, de egész jól tudunk így mozogni, úgyhogy most csak ebbe a városi csarnokban vannak edzéseink. A cél az mindenféleképpen az, hogy tehát azért ezeket a gyerekeket megtartani, mert azért, és én ezt országosan is, meg mindenhogy olvasom is, hogy azért ugye olyan 11-12 évesen úgy elkezdenek érdeklődni más. Tehát úgy szeretném mindent kipróbálni, ugye az, aki olyan sportos. Tehát szeretnénk azért megtartani a gyerekeket, szeretnénk, ha jönnének újak is, de ezt a 60-65-70 főt, ezt mindenféleképpen szeretnénk megtartani. Próbálkoztunk már mi régen nyílt nappal, próbálkoztunk már régen, hogy bementünk az iskolába, tartottunk edzést. Ha valaki, nagyon ritka az, amikor ugye itt 13-14 évesen bejönnek, tehát aki alsóban nem dönti el, az már nagyon ritka az, aki a fölsőbe. Persze vannak kivételek, most is van 2 lányunk, és nagyon örülünk neki, hogy 8-osként bejöttek edzésre, és meg szeretnék nézni a kézilabdát, és meg szeretnék próbálni, hogy ez lehet, hogy ez lesz az ő sportjuk.